Nem terveznek újabb mozgósítást Ukrajnában, ezt Petro Porosenko, ukrán államfő jelentette ki egy kijevi televíziós interjúban. Porosenko arról is beszélt, hogy a mozgósítás újabb hullámának meghirdetése helyett növelni fogják az ukrán katonák pénzbeli juttatását. Mint mondta, a jobb érezésnek köszönhetően eddig 23 ezre jelentkeztek hivatásos állományba Ukrajnában. A KMKS üdvözli a mozgósítás elhalasztását. Szerintem Szaniszló Roberta Beregszászi székhelyű kárpátalja heti publicistája. Egyetemi tanulmányait az ukrajnai válság ideje alatt fejezte Budapesten. Utána úgy döntött, hogy hazatér szülőföldjére és otthon fog dolgozni. Tette mindazt az akkoriban zajló mozgósítások ellenére. Miután katona korábban nem volt, így behívót sem kapott. De a kiszámíthatatlan helyzetben erre könnyen sor kerülhetett volna. Mindenképpen itthon akartam tudni magam. Úgy gondolom, hogy ha most megszüntetik a mozgósítást, tehát nem lesz több mobilizáció, akkor, akkor ez egy előjele lehet annak, hogy az ukrán állam, az ukrán kormány végre megszünteti a kelet-ukrajnai harcokat, pontot akar tenni ennek az egész konfliktusnak a végére, ami, ami véleményem szerint egy nagyon fontos folyamata annak, hogy mondjuk az ország gazdaságilag képes legyen regenerálódni. A kisebb-nagyobb összetűzések ellenére jelenleg stabilnak mondható a kelet-ukrajnai tűzszünet. Bár helyenként még mindig vannak közelharcok, a térségben többé-kevésbé stabil a helyzet. A legfőbb ügyészség egy a napokban nyilvánosságra hozott jelentéséből kiderül, hogy 2014 óta csak nem 3000 ukrán katona vesztette életét. Az elmúlt két évben hat mozgósítási hullám volt Ukrajnában. 2015. augusztusa óta nem mobilizáltak a polgári lakosság körében. Az ukrán hatalom a népszerűtlen intézkedést a hivatásos állomány feltöltésével váltja fel. Ukrajnában csak nem, 23 ezeren jelentkeztek a magas fizetéssel járó katonai szakmára, ezért újabb mozgósításra nem kell számítani. Erről Petro Poroshenko, ukrán államfő számolt be egy interjúban. Az, hogy mostanra 23 ezer katona írt alá hivatalos szerződést a hadsereggel és más egységekkel, lehetőséget biztosított számomra arra, hogy ne hirdessem ki a hetedik mobilizációs hullámot, és ha később mindenképpen ki kellene hirdetnem, akkor is minél később kerüljön erre sor, mondta Poroshenko. Míg múlt év decemberében egy hivatásos katona 4200 hrivnyát, azaz 170 eurót keresett, addig januárban már 8500 hrivnyát, azaz 300 eurót kapott készhez. Mindez jelentősen elmarad a nyugati átlagtól, viszont magasan veri az ukrán fizetéseket, hiszen Ukrajnában mindössze 80-100 eurónak felel meg egy átlagos Havi bér. A Kárpátai Magyar Kulturális Szövetség üdvözli, hogy nem lesz újabb mozgósítás. Bízunk benne, hogy ez nem csak ígéret, hanem ez a bejelentésnek ugye nyoma is lesz, és Ukrajna végre az európai országokhoz hasonlóan át fog térni teljes egészében a hivatásos sorkatonai szolgálatra, illetve hivatásos sereget fog fenntartani. Ez elsősorban azért is fontos, hogy itt tartsuk, illetve megtartsuk az itt lévő katonaköteles lakosságot, illetve a gazdasági stabilitás, illetve a béke megteremtődjön az ország. A konyhában Babiák Zoltán, Beregszászi polgármester arról beszélt stábunknak, hogy a mozgósítás miatt az utóbbi két évben munkaerő hiányjal kellett megküzdeni a városnak, hiszen sokan külföldre mentek a behívók elől. Profi katonákat kellene toborozni ennek a dolognak a megoldására. Ez a konfliktus ez sajnos tovább fog eltartani, mint amire mi számítottunk, és ennek a megoldása még továbbra is az, ugyanaz a véleményünk, hogy tárgyalással és az Európai Unió, illetve a világvéleményének a bevonásával meg kell, hogy szülessen. Nagyon örülök annak, hogy ezt a döntését hozta meg az ország vezetése, és számítok minden egyes elvándorolt Beregszászinak a visszérkezésére. A kárpátaljai diákok is üdvözlik az idei mozgósítás eltörlését. Ez váltotta ki elsősorban azt, hogy a fiatalok részéről óriási tömegekben megkezdődött a külföldre való elvándorlás, Ugye ennek gazdasági okai is vannak, de de legfőképpen úgy gondolom, hogy a biztonsági érzet volt az, ami erre késztette őket, hogy, hogy elhagyják az országukat. Az ukrán politikusok egy része több mint egy éve szorgalmazza a hadsereg hivatásos alapra helyezését. A gazdasági nehézségekkel küzdő ország azonban mostanra tudott eljutni odáig, hogy magasabb bérezésben részesítse a katonáit. Ukrajnában 2016-ban folytatódni fog a védelmi kiadások növekedését célzó politika, melynek értelmében jutni fog pénz az ukrán hadseregre, a nemzeti gárdára és a határőrségre egyaránt.